Az előadásom címének azt választottam, hogy Trianon egykoron és ma. És én azt gondolom, hogy több mint 100 esztendő velem a békeszerzés után, ami a magyarság számára egyértelmű diktátumot jelentett, miként kell néznünk, hogy mi történt a múltban, és ezt hogy éljük meg napjainkban. Ezt próbálnám összefoglalni, részben történelmi időszakot felidézve, részben pedig a magyarság mai helyzetére utalva a Kárpát-medencébe. Én azt gondolom, hogy ez az emlékezés, ez egy kötelező dolog, belső kezdetés kell, hogy legyen, és azt szoktam mondani, hogy az egyetemen a hallgatóimnak, és mondom most is, hogy erre az eseményre emlékezni kell, és valami nagyon sajátos dolog talán furcsán hangzik, hogy a két világháború közti Magyarországon a trianoni békediktátum volt az, amelyik egységet teremtett a nemzetben. Azt szoktam mondani, és azt hiszem, hogy nem tévedek, hogy felekezeti hovatartozásra, társadalmi állásra, anyagi helyzetre volt tekintet nélkül. A magyarság egésze azt mondta, hogy ez a békediktátum elfogadhatatlan, korrekcióval kellene élni. Nem azt mondta soha a magyar politika, a propagandát leszámítva, hogy mindent vissza, bár ez így hangzott, és így fogalmazták meg, hanem annyit szerettek volna elérni, mint itt az Eberhardon született, és Aponyi Albert, aki azt mondta a béketárgyalásokon, amikor egyszer megszólalhatott, hogy adjuk meg a jogot az embereknek, hogy eldöntsék, nagyon röviden foglalom össze, hogy hol szeretnének élni, és azt mondta, mi eleve elfogadjuk a népszavazás eredményeit mindazon területen, amely vitatottnak tűnik. És akkor én azt szoktam hozzátenni, hogy vajon elképzelhető, hogy ahol mondjuk 80-90-100%-ban éltek magyarok, azok azt mondták volna, hogy egy másik államhoz szeretnének csatlakozni. És én azt gondolom, hogy egykoron megcsúfolták azokat az elveket és eszméket, amelyet hirdettek egykoron és hirdetnek ma is. És a másik dolog az, hogy senki ne gondolja, hogy a mai Magyarország határkorrekciókat akarna, vagy meg akarja változtatni a világot. Ennek már elment az ideje, de az, hogy a magyar testvéreink, hogy így mondják, vagy nemzettársaink, akik a mai Magyarország határain kívül élnek, ugyanolyan jogokkal és lehetőséggel bírjanak, mint azon országok, amelyek lakói, amelyekben élnek, az egy nagyon fontos dolog, és én azt gondolom, hogy a múltról beszélni kell, a múltat nem törölhetjük el, és meg kell próbálni napjaink, hogy így mondjam, szellemében és korában élni, és megmaradni magyarnak, akárhol is élünk. Hogyha Aponyi Albertal kapcsolatban beszélünk, akkor volt egy ilyen kijelentés, hogy Magyarország gyakorlatilag dönthetett arról, hogy meggyilkolják, vagy öngyilkos lesz, helytálló lehet még ez a kijelentés? Nézze, ez egy sokszor idézett dolog, de én azt gondolom, hogy ilyen döntés nem volt ebben az értelemben. Tehát a döntést meghozták már 1919 tavaszán területi értelemben, hiszen ha belegondolunk, 1916-ban Romániának odaítélték, vagy odaígérték, bocsánatot kérek, tehát Romániának odaígérték Magyarországból nem csak Erdélyt, a Partiumot és a keleti ország részek egy részét, de egész Tiszáig a területeket. A csehszlovák állam létrehozói közül Beneš többek közt arról ábrándozott és terveket szőtek, és megrajzolták a terveket, hogy miként lehet Pozsony Zágrábbal összekötni egy széles folyosóval, és talán furcsa, amit mondok, ha azokat az elképzeléseket, amely a akkori cseh, a román vagy a szerb politikusokban megfogalmazódott, azokhoz képest Trianon még szerencsés is volt a számunkra, mert ha azokat fogadják el a döntéshozók, akkor ma Magyarország egy Svájcnál nem nagyobb méretű ország lenne.